Két napig maradt egyedül villany és víz nélkül egy Baranya megyei magyar fiú, az árvíz sújtott a Belgiumban. Rokonait látogatta meg, amikor a katasztrófa elérte a várost, ahol lakott. A házból sokáig nem tudott kimenekülni, a konyhapulton összekuporodva várta a mentést. Belgiumban élő magyarok százai próbáltak segíteni a fiún. Pécs mellett lakó szüleivel csak telefonon tudta tartani a kapcsolatot, akik azonnal elindultak az árvíz sújtotta településre. Ezeket a felvételeket Patrick készítette Belgiumban, amikor az áradás miatt a rokonai házában rekedt. A képeken jól látszik, micsoda ereje van a víznek, amely teljesen elmosta a környező utcákat. A fiúnak esélye sem volt kimenekülni az épületből, és egy idő után már a konyhapultra kellett felmásznia, mert a hideg ára lakást is elöntötte. Amíg tudtunk vele beszélni, az csütörtök délután, annyi energia még volt a telefonjában, hogy egy-egy SMS-nek még megbeszéltük, hogy óránként kapcsolja be a telefonját, és akkor a különböző információkat át tudtuk neki adni, viszont egyszer csak jelezte, hogy neki döntenie kell, muszáj mennie, mert nagyon magas a víz, és ez a ház, ahol volt, az csak egyszintes, és mivel a konyhapultot is ellepte, ahol az egész éjszakát töltötte vaksötétben, neki valahogy át kell jutni a házhoz, és akkor kérte a úgymond engedélyünket. Tibor innen Magyarországról kezdett el telefonálni, akit tudott, felhívott, hogy segítséget kérjen. A fiú végül úgy határozott, akármi történik, kimegy a házból, és megpróbál feljebb jutni a magasabb épületek tetejére. Felment a garázstetőre, onnan átmászott a szomszédházba, ott be kellett törni egy ablakot, ahol bejutott a felsőbb szintre, ott relatíve jobb körülmények közt várta a mentést, viszont a telefonja a kocsi törte délután lemerült, és onnantól kezdve nem tudtunk róla semmit. Próbáltunk a maga helikoptert, már jetskiseket fog megfogadni, profi jetskiseket, de a légtér ugye le volt zárva, az kilőve, akkor kaptunk olyan információkat, hogy mentőegység már járt az utcába, csak elvesztették két emberüket, ők már nem hajlandók visszamenni. Végül egy tűzoltó csapat és két magyar fiú bejutott a katasztrófa sújtotta utcába, és kimenekítették Patrikot a víz fogságából, majd kórházba szállították, ahova már időközben a szülei is megérkeztek. Fizikailag jól, itt vagyunk a szállodában, de lelkileg ez még azért igazán szerintem majd most fog megülni benne, és lelkileg sajnos nincs még jól. Patrikot közben már kiengedték a kórházból, ő a tervek szerint ma érkezik haza a Baranya megyei Hosszúhetényi otthonába.